Ma is folytatódik a tusványosi tábor, a stábunk is a helyszínen van, és nemrég ért véget az Európa Választó című beszélgetés, amelyen Gulyás Gergely, a magyar miniszterelnökséget vezető miniszter is részt vett. Hamar Mátyás kollégám őt kérdezi. Köszöntöm a nézőket, így van, de nem csak Európa választott, hanem választottak a Kárpát-medencében élő magyarok is, és Erdélyben némiképp átalakult az RMDSZ csapata, és erről kérdezem a miniszter urat. Miniszter úr, hogyan fog együttműködni a továbbiakban? Meg fog-e valósulni a korábbiakban beharangozott Kárpát-medencei együttműködés? Hogyan fognak tudni együttműködni az RMDSZ-el, mik a kilátások? És tisztelettel köszöntök mindenkit, csak a jó hagyományokat kell folytatni, hiszen a kormánypárti képviselők és a határon túli magyar közösségek által megválasztott képviselők közötti együttműködés eddig is zökkenőmentes és kiváló volt. Én úgy gondolom, hogy attól, hogy a személyek változtak, önmagában ez a kapcsolatok minőségét nem fogja befolyásolni. Mindenen lehet még javítani, de azt kell mondani, hogy eddig is úgy tekintettünk a kormánypárti képviselőcsoportban, az RMDSZ-ből, korábban, sajnos most nem, de korábban az MKP-ből érkező képviselőkre, mint akik, miután a magyar nemzet tagjai, ezért a magyar delegációnak is tagjai, és ennek megfelelően tudtunk a fontos ügyekben, ahol a nemzeti érdekről volt szó, mindig velük egyeztetni és közös álláspontot kialakítani. Ez szerintem meg fog maradni, mi csak gratulálni tudunk ahhoz, hogy az RMDSZ ilyen szép eredményt ért el. Különösen az a szavazatszám, ami azt jelentette, hogy 120 ezer emberrel többen szavaztak most bizalmat a szövetségnek, az azt mutatja, hogy a határon túli magyarság továbbra is az RMDSZ iránt komoly bizalmat táplál, és ez szerintem jó jel. Elmúlt napokban a közösségi médiában ön is arra buzdított, hogy aki egyetért vele, írja alá az SZNT-nek a polgárjogi kezdeményezését. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy miért fontos ez, miért látta fontosnak, hogy erre fölhívja a figyelmet? A Székely Nemzeti Tanács 6 évet küzdött különböző jogi utakon azért a bizottsággal szemben, az Európai Unió Bíróságánál, hogy egy újabb polgári kezdeményezés indulhasson. Egy ilyet már félig sikerre vittünk, hiszen a kisebbségvédelmi kezdeményezésre a parlamentnek tárgyalnia kell, azért csak félig, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz még ennek a vége, de a több mint 1 millió aláírás összegyűlt. Most van egy újabb kezdeményezés, ami azt szolgálja, hogy amikor az Európai Unió a kohéziós forrásokat, támogatásokat elosztja, akkor az őshonos nemzetiségek által alkotott régiókra legyen tekintettel. Ez a fajta regionalitás, ez egyértelműen magyar nemzeti érdek, összhangban áll a magyar kormány politikájával is, és azért támogatjuk ezt a kezdeményezést. Nagyon nagy feladat 1 millió aláírást legalább 7 Európai Uniós országban összegyűjteni. Erre vállalkozunk, és 2020. május 7-éig van erre lehetőség. Innen is biztatok mindenkit, hogy ezt a kezdeményezést írja alá. Interneten is van erre lehetőség, és a Székely Nemzeti Tanács honlapján is megtalálható a kezdeményezés, tehát aki akarja, interneten is alá tudja írni. Köszönjük szépen, miniszter úr! És a kedves nézőknek pedig mondanám, hogy a továbbiakban is itt leszünk tusványosan holnap a Orbán Viktor miniszterelnök úr beszédét élőben közvetítjük innen, a szó a stúdióé. Köszönöm, Mátyás, további tartalmas időtöltést!